Magyarország a honvédelemre a tervek szerint 2023-ban 842 milliárd forintot szán. Guillaume Gábor, a hadügyminisztérium államtitkára az MCC szexádi rendezvényén arról beszélt, hogy a napjainkban rendkívüli fontosságú haderőfejlesztés hogy áll jelenleg. Az infrastruktúrális fejlesztés az úgy látom, hogy maga a épület infrastruktúra fejlesztés az most, ha az egészet tekintem, az elején. Őszintén szóval, tehát az eszközök elkezdtek bejönni, a laktanya felé újítások megkezdődtek, de hát még az elején tartunk. Nagyon sok érték ment, nagyon sok éven keresztül sajnos tönkre, és ez időbe telik helyreállítani, de azt gondolom, hogy vannak jó példák, ahol már szépen halad a felújítás, tudjuk, mit kell csinálni, és ahogyan egyébként a költségvetési lehetőségek engedik, ezt fejlesztjük is. A szakpolitikus szerint a haderőfejlesztés három kritikus eleme a technika, az infrastruktúra és az ember. Ez utóbbi jelenti a legnagyobb kihívást, meggyőzni a fiatalokat, hogy jó dolog katonának lenni. A minisztérium mindegyik terület bővítésére, megújítására már kidolgozta a megfelelő terveket, jól haladnak a korszerűsítéssel. A toborzás pedig minden várakozáson felül halad, ugyanis a sorkatonaság óta nem sikerült még ennyi fiatalt behívni katonának, mint most. Különböző toborzási programokat végzünk, amit sikerült ez az egy év alatt, illetve ez viszonylag gyorsan megállapítani, hogy ha 10 éves távlatban nézzük a haderőfejlesztést, és 10 éves távlatot tűztünk ki célul, hogy az elképzelt, a vágyott haderőképet elérjük, ennek a humán részét, szerződéses, tartalékos részét is sikerült lemodelleznünk, hogy évről évre mekkora létszámmal kell nőjön a Magyar Honvédség ahhoz, hogy a kellő védelmi erőt tudja képviselni. Számokban nem mennék bele, csak azt mondom, annyit tudok mondani, hogy évente sokkal többet kell bevonzani, mint amennyit eddig bevonzottuk. 2 évvel ezelőtt még senki sem gondolta volna, hogy Európában háborús helyzet alakulhat ki. A béke és biztonság, ami korábban természetes volt, ma már törékeny. Ezért most különösen fontos, hogy nagy hangsúlyt fektessünk a haderőfejlesztésre, hogy adott esetben minden rendelkezésünkre álljon, hogy megvédhessük országunkat. Erről beszélt Guillaume Gábor, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára. Egész Európára igaz, tehát valahogy, főleg a hidegháború végét követően Európa egy picit ilyen, hogy is mondjam, elhanyagolta a védelmi képességeinek a fejlesztését, valahogy talán elhitte, hogy ezen a tájékon a továbbiakban soha nem lesz háború. Ugye ezt a szomszédunkban zajló háború nagyon határozottan cáfolta, hogy sajnos a háború az még mindig nem került ki a vitarendezés eszköztárából itt, a mi tájékunkon se. Ezért aztán a talán nem kellő figyelmet kapott hadseregek, honvédségek, és most egy újraépítését kell végrehajtani minnyájunknak, ami igazán nagy kihívást jelent. Az Rinnyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program azt tűzte ki célul, hogy a honvédség a régió egyik legkorszerűbb hadereje legyen 2026-ra. Jövőre például már 1310 milliárd forint fog arról gondoskodni, hogy folyamatosan növekedjenek védelmi képességeink.